Még a kormányoldalnak sem tetszik a KDNP ötlete a vasárnapi zárvatartásról. Varga Mihály a Hír TV-ben azt mondta, nem bölcs ötlet ennek az újrafelmelegítése. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete csak akkor támogatná a javaslatot, ha a korlátozás minden üzlettípusra vonatkozna. A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége pedig több tízezeres elbocsátástól és a forgalom visszaesésétől tart. Mindenkinek a 7-5-6 napja rendelkezésre áll, hogyha nagy bevásárlást akar tenni. Mi is úgy gondoljuk, hogy vasárnap a kisboltok, kis családi vállalkozások nyitva tarthatnának, hiszen ott általában maga a tulajdonos, az üzemeltető és az eladó, tehát aki önmagá vállalja azt, hogy vasárnap is munkát végez, azoknak a lehetőséget a KDNP is fenntartaná. Néhány napja dobta be újra a boltok vasárnapi zárvatartásának ötletét a KDNP. Azt mondják, a nagy áruházakban dolgozókat védenék, mert az itt dolgozó emberek többsége nem maga választja a vasárnapi munkavégzést, azt a munkáltatók kötelezővé teszik számukra. Az ötlet nem aratott osztatlan sikert a kormány oldalon sem. A Nemzetgazdasági Minisztériumban azért meglepetés keltett ennek az ötletnek az újrafelmelegítése. Itt azért már megjelentek olyan állítások, hogy több mint 10 000 munkahely szűnhet meg ennek a javaslatnak a hatására. Ráadásul azt gondolom, amikor az emberek jelentős része, minden ötödik ember vasárnap intézi a vásárlását, akkor korlátozni a hétvégi vásárlást nem feltétlenül bölcs dolog. A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége is osztja Varga Mihály véleményét, szerintük is több millió ember tervezi a bevásárlását vasárnapra, ennek elmaradása bevételkiesést, a szombati napra hatalmas tömeget és elbocsátásokat is okozna. Legalább 15-20 ezer ember elbocsátásával járna ez a rendelkezés bevezetése, és további 15-20 ezer embert érintene hátrányosan, tehát valószínűleg kevesebb fizetést tudnának hazavinni, hogyha vasárnap pótléktól elesnének. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete nem ellenezné a vasárnapi zárvatartást, de csak akkor támogatná egy ilyen javaslatot, ha valóban csak a legkisebb családi boltok maradhatnának nyitva. Mi is elfogadtuk mindig azt, hogy vagy mindenki, vagy senki. A mindenkit nem lehet úgy érteni, hogy a legkisebbeket is, hogy nem lehet zsemlépenni, de valóban csak a tulajdonosokat. Nem lehet kibújni alla. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint is a fogyasztás visszaesését okozná, ha a boltoknak vasárnap be kellene zárniuk. A vasárnapi nyitvatartás többletforgalmat jelent az egész kereskedelem számára. Van egy reklámértéke, nagyon sokan csak vasárnap érnek rá bevásárolni. Kialakultak olyan vásárlási szokások, hogy a nagy bevásárlás előtérbe került. Tehát összességében a vasárnapi nyitvatartás segítette a fogyasztás bővülését. A világ legtöbb országában egyébként nyitva tarthatnak a boltok vasárnap. Igaz, van, ahol csak rövidebb ideig.